Kedves testvérek, a mai ünnep valójában azért is fontos, mert azt szeretnénk, hogyha a mi szívünk is megváltozna Krisztus szíve szerint. Nem véletlenül imádkozzuk, hogy alakíts szívünket a te szíved szerint. És valójában itt arról van szó, hogyha a szív tiszta, akkor tiszta az ember. Ha a szívben béke van, akkor békét tudunk adni. Ugye a gonosz gondolatok, a rossz indulat, és lehet is sorolni, hogy a versengés, vagy irigység, meg mind, ami ott az emberben van, az mind a szívében van. És valójában a mai ünnepen azt kérjük Jézustól, a mennyei atyától igazából, hogy tisztítsa meg a szívünket, hogy a szeretet lakozzék benne. Azért, mert ha szeretünk, akkor Isten van bennünk. Tehát valójában, hogyha meg akarod azt tudni, hogy mennyire vagy közel Istenhez, akkor nézd meg, hogy mennyire tudsz szeretni. Mennyire tudsz elfogadni, mennyire tudsz nyitott lenni. Mennyire tudsz kibékülni önmagaddal, sebeit mennyire tudod elfogadni, régi sebeket, új sebeket. Mennyire vagy békességben önmagaddal. És hogyha mindez megvan benned, akkor látod, hogy hogyan is vagy te Istennel. Milyen a te kapcsolatod Istennel? Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, írja Szent János apostol. Tehát, hogy ez a szeretetnek a legmélyebb kifejezése, hogy azt adja, ami a legdrágább neki. Például Szent János azt mondja, hogy ha valami nagyobb lett volna a Jézusnál, Istennek, valami sokkal, de sokkal értékesebb, azt is nekünk adta volna. Mert az ő szeretete tökéletes. És nem illetlenül mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a mennyei atya, vagyis hogy közeledjünk a mennyei atya szeretetéhez, és látjuk, hogy mennyire szeret. Az evangéliumokat így végig olvassuk, elmélkedjük, látjuk benne, hogy mennyire jelen van az az átadás, az önátadás, az az ajándékozás. És valójában ez a jóság, ami megmutatkozik Istenben felénk, azt valójában nem tudjuk itt a Földön teljes mértékben elérni saját erőnkből, hanem mindig Isten az, aki ebben is segítségünkre van. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ő annyira ügyes, hogy meg így, hogy már jámbor, meg Istent imádja, meg azt gondolja, hogy tökéletes, hát az egy csapda, mert maga Isten az, aki tökéletessé tesz téged. És mindez azért van, hogy akkor lehetséges, ha nyitott vagy, ha nyitott a szíved, ha nyitott szívvel jársz itt a világban. Nem véletlenül van az imádság. Az imádság az olyan, mint a víz, amely tisztít. Az imádság megtisztítja a szívedet. Az imádság érzékenyebbé teszi a szívedet, hogy be tud fogadni Isten kegyelmét. Érzékeny leszel az emberek iránt, hogy megértsed a másikat, hogy befogadd az ő létét, hogy befogadd Istent, aki benne van. Jézus azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy én kiszeretem a másikból Istent. Felszínre hozom azt a jót, amit Isten belé teremtett. Ez lehetséges, hogyha nyitott szívvel vagyunk, és hogy az imádságban odaadjuk magunkat, a Szentmisén
viszont konkrétan befogadjuk a szívünkbe. Ugye az ige által táplálja lelkünket, Krisztus szent teste által táplál bennünket, hogy növekedjünk a szeretetben. Tehát valójában Isten az, aki tökéletessé tesz bennünket, hogyha nyitottak vagyunk rá, és hogyha az adott pillanatokban, az olyan helyzetekben, amikor Isten akar közölni, meg működni akar benned, és általad, akkor engeded, hogy megtörténjen, és nagyon sokszor ez ilyen belső lemondásokkal is jár, sokszor áldozattal jár, hogy igenis Isten akarata megvalósuljon a szívemben. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Meg lehet nézni így a lelkedbe tekintesz, lelkismeret vizsgálatként is, hogy te hogyan tudsz szeretni. Ugye mindig könnyebb azokat szeretni, akik távol vannak. Könnyebb így azokat a kapcsolatokat jobban értékelni, és azokat az embereket nehéz szeretni, akik a közvetlen környezetedben élnek, látod a gyengességüket, a hibáikat, és akkor kritika, megfogalmazás, az könnyen megy. Hogyan tudsz ezt szeretni? Hiába mondod azt, hogy én szeretem a jó Istent, holott testvéremet nem szeretem. Nem. Tehát, hogy valahogy amilyen mértékben szereted testvéredet, olyan mértékben szereted Istent is. És valójában erre törekszünk, földéletünk során e felé haladunk, a tökéletes szeretet felé, zarándokolunk, megpróbáltatások, kihívásokkal találkozunk, de jó Isten mindent a javunkra fordít, hogy tökéletessé tegyen bennünket. Szent Ferenc atyánk mindig bátorította a testvéreket, hogy a szívükben senki iránt ne tápláljanak haragot. Tehát ezt Jézustól veszi, mert a szív a szennyessé teszi a lelket, az egész testet. Tehát, hogy a bűnös iránt is, tehát nem az ítélettel kell közeledni, hanem a jó indulattal. Feltételezni a jót, kiszeretni a másikból a jót, hogy megtérjen. Ha ítélettel, haraggal közelítünk a másik felé, akkor igazából elnyomjuk, és nem tud a szívében fejlődni, nem tud megszületni a szívében a szeretet. Ezt érdemes így a kapcsolatokon is végig gondolni, hogy ki hogyan van jelen a kapcsolatokban, hogyan szeret. Talán vannak ellenségek. Lehet, hogy nem merjük magunknak megfogalmazni, de hogy mindent Isten elé kell vinni, hogy alakítsa, hogy átformálja, hogy mindent a javunkra fordítson. Jó Istennek hálát ad Jézus, itt az evangéliumban megköszöni, hogy ezt a szeretetet elérhetővé tette mindenki számára, és leginkább így az elnyomottak, úgymond, olyanok felé is, akik talán távol voltak Istentől. És ezért hálát ad, hogy kinyilatkoztatta magát, hogy odaadja, hogy átadja. Valójában mi is ezt tesszük most így a szentmisében, hálát adunk az eukarisztiában, hogy kinyilatkoztatta önmagát, hogy velünk van, hogy szeret bennünket, és hogy minden nap ott van a szívünkben, és azt akarja, hogy itt a Földön vele legyünk, és soha ne engedjük el őt. Amen.